színekkel jelzik ebben a kisfilmben, hogy négy egységben fűti a nyírtáfő Kft. a megyeszékhely lakásait. Összesen 16 ezer lakásban is ezer közületben szolgáltatnak. Szeptember közepe óta nagyon sokan kérték már, hogy indítsák be a fűtést, mondta Pályer János a cég műszaki igazgatója. Hivatalosan rendelet szerint szeptember 15-től május 15-ig tart a fűtési időszak. Nekünk ebben az időszakban kell fogyasztóink részére rendelkezésre állni. És hát igen régebben azért volt úgy, hogy csak október elején, október közepén kezdték, jöttek a fűtés megrendelések. Most már azért az elmúlt héten, és, és hétvégén, és ezen a héten azt lehet mondani, hogy a városnak a 85%-át fűtjük, vagyis a, a lakásoknak a 85%-át fűtjük. Már több mint 14 ezer lakás, közel 100 közület, meg egy pár intézményben is Bekérték a fűtést. Intézmények még óvatosabban kérik, de én úgy gondolom, hogy amilyen hűvös várható a hétre is, a héten is, elképzelhető, hogy hétvégére száz százalékban beindulunk. A távfűtés beindítását a közös képviselőkön keresztül kell kérni a családoknak. Az írásos megrendelést követően még aznap, de legkésőbb másnap már felmelegednek a radiátorok. A műszaki igazgató azt mondta, a fűtés beindítása után gyakran jelzik a fogyasztók, hogy a lakáson belüli rendszer meghibásodott. Jellemzően ilyenkor a radiátorszelep meghibásodásokat kell javítanunk. Számtalanszor hirdetjük honlapunkon is, fogyasztói tájékoztatóban is, hogy a nyári időszakban a radiátorszelepeket maximális ötös állásban kell tartani. Hát erre még mindig sokan nem figyelnek oda, és ilyenkor, amikor beindul a fűtés, akkor esetleg lerapa, leragad a szeleptányér, vagy nem úgy fűt, vagy nem, nem tudja átengedni rendesen a melegvizet, és akkor ilyenkor jönnek a bejelentések. Nagyon sok. Légtelenítés is, légtelenítési probléma is van most ebben a fűtési időszakban. Érdekes módon a nyáron most nagyon sok radiátort cseréltek le a fogyasztók és akkor ugye ez a rendszer ürítését, töltését eredményezi, és így nagyon sokszor belevekősödik a rendszer, aztán ezeknek a légtelenítésére is mennek a kollégák és elvégzik. A cég nem csak fűtés, de használati melegvizet is szolgáltat. Itt a mérőórák cseréje zajlik. Tavaly már a felét lecserélték, idén szeretné befejezni ezt a munkát a Nyírtávhő Kft.